Vendégem volt az MSZP elnökségi tagja, és volt az MSZP országgyűlési képviselő, és a mai naptól kezdve az LMP, lehet más a politika frakcióját bővíti személyében, de nem tudom, hogy az LMP tagja lesz-e. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Most első körben ugye a frakció munkájához csatlakozom, és nyilvánvalóan most egy nagyon szoros közös munka kezdődik el, és akkor ebben ez nem csak egy egyéni döntés, hogy az ember belép egy pártba, hanem nyilvánvalóan ez a közösség döntése is, és azt gondolom, hogy ez a közös munka egyébként vezethet majd oda, hogy... Ha befogadják hogy a frakcióba, lehet, hogy a pártban nem. Az LMP-ben. Hát azért ez elég kevési valószínű. Én azt gondolom, hogy lépésről lépésre kell haladni. Ennek a lépésemnek egy szimbolikája is van, tehát nyilván van egy olyan fajta praktikus oldala, hogy egy szorosabb együttműködésben azt gondolom, hogy még több eredményt lehet elérni, még több ügyet lehet föltárni. Ugye magam is igyekeztem nagyon aktívan dolgozni abban, hogy fel lehessen tárni azokat a visszásságokat és lopásokat és tragédiákat, amiket csinál a kormány, és egyébként maga az LMP is ebben rendkívül aktív, az LMP frakció, és nyilván van ennek egy szimbolikája is, hiszen itt az elmúlt 7 hónapban rengeteg emberrel, civil szervezettel, kisebb közösségekkel és egyébként pártokkal is folyt rengeteg beszélgetés és vita arról, hogy milyen megoldás vezethet, mi lehet ez az új logika, ami elvezet a 2018-as rendszerváltásig, hogy ez ténylegesen végre megvalósulhasson. És azt gondolom, hogy az lehet a megoldás, hogyha egy centrumot lehet képezni, hiszen jelenleg a politikai centrum az teljesen kiürült. Én azt gondolom, hogy az LMP képvisel olyan politikát, mind a gyakorlatban, mind pedig van meg az a személy és gyakorlati hitelessége, amivel be tudja tölteni ezt a centrum szerepet, és ezáltal egy olyan keretet kialakítani, amihez egyébként szívesen csatlakoznak. Na most egy LMP-st hallottam, már jól van. Most fékezzünk le egy picit. Az elmúlt hónapokban olyan érzésem volt, hogy kiszabadult valami alól. Sokkal aktívabb volt, sokkal többször szólalt meg különféle ügyekben, mint az korábban lehetett érzékelni, még bent ült a frakcióban. Mi változott? Mitől lett szabadabb? Azt mondom inkább, hogy az aktivitás az nem feltétlenül változott, tehát ugye én annó is azért igyekeztem nagyon aktívan dolgozni, és tényleg egy nappal látélve feltárni az ügyeket. Erre inkább röviden azt mondanám, hogy ennyit számít az, hogyha nem belső ügyekkel van az ember elfoglalva, és nem az köti le az idejét, hanem ténylegesen arra tud koncentrálni egy képviselő, ami egyébként a dolga. De a képviselőket annyira leterheli az MSZP-n belüli sok-sok, nem tudom, mi áskálódás, pletyka, helyezkedés? Nekem ez a konkrét tapasztalatom, amit az előbb mondtam. Előbb idéztem valamit öntől, amire azt mondta Szanyi Tibor, hogy át, biztos nem úgy mondta, azt idéztem, hogy pártársai mondta MSZP-sként még, vagy éppen távozó MSZP-sként, üzleti érdekeik mentén bármikor készek együttműködni a Fidesz-szel, és ezzel segíteni a rezsim hatalmának fenntartását. Jól idéztem, ezt mondta? Igen, ezt mondtam az interjúban. De ez nagyon súlyos, ez fenntartja? Természetesen fenntartom. És most is úgy látja, hogy ez a mostani MSZP, amelyik most látszólag, ezek szerint látszólag, hogy ezt fenntartja, küzd azért, hogy a Fidesz le tudja, és a Fidesz kormányt le tudja váltani. Ez egy látszat? Hát nyilván én ezt most már csak úgymond kívülről látom, és ugyanúgy látom, mint ahogy mondjuk a választók látják, és pontosan erre próbáltam az előbb rávilágítani, hogy ebből az az igazán érdekes, mert ugye ez egy belső dolog, vagy megoldják, vagy nem. Ebből az az érdekes, hogy a választók mit látnak. Tényleg azok, akik kormányváltásra vágynak, és keresik egyébként a lehetőségeket, ők mit látnak. És ténylegesen az látszik, hogy nincs meg az a fajta markáns ellenzékiség, nagyon sokszor nincsen meg bizonyos ügyekben a markáns megszólalás, és az a fajta cselekvés, amire vágynak az emberek. Azt gondolom, hogy ez nagyon sok adatban is most már leképeződik, tehát rengeteg választó tűnik el ilyen formán, és nyilvánvalóan nekem pontosan az a cél, és azért csatlakoztam ilyen formán az LMP országgyűlési frakciójához, hogy azt megmutassam, hogy igenis van olyan politikai közösség, van olyan frakció, ami egyébként nagyon kemény munkát végez, és az ténylegesen megnyilvánul a mindennapjaikban. Ügyesen átváltott ismét az LMP-re, értem. Látszik, hogy ez az, ami megoldásra vezethet. Tehát a hagyományos megoldások, azok azt gondolom, hogy nem működnek. Visszarángatom, ne haragudjon. Tudja, hogy kik az árulók? Ugye Szanyi Tibor is arra utalt, hogy ő tavaly nyáron megnevezte azt, hogy vannak árulók a párton belül, akik együttműködnek, de most már nem foglalkozik vele. Akkor erről tényleg csak nagyon röviden, mert őszintén szóval tényleg nem szeretnék az MSZP-vel foglalkozni, hanem sokkal inkább a jövővel. Itt azt gondolom, hogy a párt vezetése az pontosan tudja,
hogy kikről van szó. Akkor miért nem tesznek ettől függetlenül ezt mégsem oldják meg. Ezt nyilvánvalóan tőlük kell megkérdezni. A párt vezetése benne van ebben? Tőlük kell megkérdezni, hogy miért nem oldják meg ezt a helyzetet. Nekem a felelősségem a dologban az az, a kilépésnél az volt, hogy egyébként rávilágítsak arra, és én magam azt tudjam képviselni, amiben megbíztak engem a választók, tényleg egy kemény ellenzéki politikát, ami reményem szerint kormányváltáshoz vezet. Most pedig azok, akik kormányváltást szerettek volna. Uh-huh. És az összefogásra szavaztak. És most pedig pontosan ezért óriási felelősség az, hogy az ember politikusként meg tudja mutatni, hogy ő az elmúlt évek, hónapok tapasztalata alapján hol látja az alternatívát. Amikor hol Botka lehet árulózott, akkor rábólított, hogy igaza van? Egy újfajta megoldás. Értette, hogy miről beszél Botka László, amikor árulózott pár héttel ezelőtt? Hát azt gondolom, hogy válaszoltam erre a kérdésre azzal, hogy nyilvánvalóan belül pontosan tudják az illetékesek, hogy kikről van szó. Szanyi Tibor feldobott itt egy költői kérdést, azt én valódivá teszem, hogy ő abban reménykedik, hogy azáltal, hogy az LMP frakciójába beült, valamiféle együttműködés ki lehet alakítani az LMP és az MSZP között. Hát, ahogy én önt hallgatom, nekem nem az a benyomásom, hogy ez lesz az elsődleges feladata. Én sem gondolom így. Én azt gondolom, hogy az LMP lehet egy centrum, ezzel a vezetéssel, centrummal körülöttük lehet kialakítani egy olyan teret, amiben egyébként a társadalom többsége meg tudja találni a helyét, hiszen ugye most pontosan ez a probléma, hogy nem látják, hogy hol van az a konstrukció, amelyben ténylegesen a többség találja meg a helyét, és ténylegesen az adatok bizonyítják az, ahogy a választók passzivitásba vonulnak, és ugye nem látjuk, hogy ez a jelenlegi konstrukciókban egyébként hol csapódna le, és ezen felül is rengetegen bizonytalanok. Ez is azt bizonyítja, hogy a régi struktúrák ilyen formán nem működnek, a régi megoldások azok nem működnek, és nem lehet rendszert váltani olyanokkal, akik egyébként maguk is a rendszer fenntartásában érdekeltek. Az LMP egy kis frakció volt, mindenki rengeteg féle ügyet vitt, gondolom, kicsit megkönnyebbülnek, hogy kaptak egy plusz tagot a frakcióba, de az, amivel foglalkozott az elmúlt hónapokban, leginkább a korrupciós ügyek, hát az eléggé fedett ott Hatházi Ákos, gyakorlatilag folyamatosan más sem csinál az LMP színeiben és nevében, mint ezeket az ügyeket fedi fel. Mi lesz a dolga? Pár korrupciós ügy is felmerült nyilvánvalóan, de a biztonságpolitikai területen elsősorban, és ugye én ezzel foglalkozom, tehát a honvédelmi, rendvédelmi területtel, és ezzel is igen, rendszer szintű hibákat igyekszik az ember bemutatni, és erre nyilvánvalóan rendszer szintű megoldásokat kell adni, tehát ilyen formán egyébként nincsen átfedés, úgyhogy azt gondolom, hogy tökéletesen ki fogjuk egészíteni egymás munkáját a frakció. Úgy gondol 2018-ra az országgyűlési választásokra, hogy ott van esélye, hogy az LMP majd indítja, és jó befutó pozíciót kaphat? Van egy ilyen matek a fejében? Azt egyébként nagyon sokszor elmondtam, és nem tagadom, hogy nyilvánvalóan szeretnék a jövőben is aktívan politikai szerepet vállalni, de az is igaz, hogy ez egy olyan döntés, amit az LMP testületeinek kell elsősorban meghoznia, és hát természetesen a választóknak. Köszönöm, hogy mesélt erről. Jó munkát kívánok! Köszönöm szépen!